Hát én utána néztem valamennyire, hogy a bölcsesség hogyan szerepel. Amit mi meg fogunk nézni ma, úgy mint bölcsesség, ugye többféle bölcsesség van természetesen, úgy mint kifejezés is, de természetesen úgy mint maga, mint bölcsesség, mint jelentés is több van. Ezek közül az egyik, amire mi koncentrálni fogunk, az hokmá. Ez pedig az első előfordulása ennek a kifejezésnek, hogy hokmá, mint bölcsesség, az Semot 28, 3-as vers. Másik Mózes 28-as fejezet, és a 3-as vers az első, amikor előfordul a kifejezés hakmá, vagy bölcsesség. Shalom mindenkinek, aki most kapcsolódik be, üdvözlet, és halleluja, hogy ennyien ismét itt vagyunk. Tehát így szól a vers maga. És szólj, de nézzük meg talán az egész fejezetet az elejéről. Te pedig hívasd magadhoz a te atyád fiát, Áront, vagy Áront, és az ő fiait ővele a Jesreel fiai közül. Hogy papjaim legyenek Áron, Nádáb, Ábihú, Eleázár, Ithamár és Áronnak fiai. És csinálj kodes, vagy szent ruhákat Áronnak, a te atyád fiának dicsőségére, ékességére. És szólj minden bölcs szívűeknek, akit betöltöttem a bölcsesség lelkével, hogy csinálják meg Áron ruháit az ő felszentelésére, hogy papom legyen. Mit jelent a bölcsesség? Milyen értelemben használja a bölcsességet úgy, mint hakma? Egyébként a bölcs szívű, a kifejezés bölcs, az hakam, ami ugye a hakmának ebből származik, ebből a kifejezésből. És hakma, ez pedig a bölcsesség. A négy karakter, ami alkotja a szót, azt fogjuk megvizsgálni, és megnézzük, hogy melyek azok. Ugye az egyik az a hely, azután het, mem, és hely. Illetve, bocsánat, het lesz az első. Az első karakter, tehát a het, ami ugye egy kerítés lesz, mármint maga a karakter egy kerítés. Le fogom venni mindjárt ezt a táblázatot, és akkor látja mindenki itt bal oldalt felül, hakma, het, kuf, vagy kaf, Het, kaf, mem és hé. Ez a négy karakter alkotja. Ugye a het az első, ami egy kerítés vagy egy fal. És ez elválasztja, vagy elválaszt, elkülönít, védeni valamit, elkeríteni, körbekeríteni valamit. A kaf az pedig bal alul van. Egyébként a ket az hárommal fölötte van, szóval a kaf van bal alsó sarokban, ami egy kinyújtott kezet ábrázol, egy tenyeret tulajdonképpen. És annyit tesz, mint ahogy hajlítani, hajolni, vagy engedni, kinyitni, megszelídíteni, uralni valamit. Ez a hasonlókat. A következő a mem, ami víz, és a víz az lehet valami, ami megtisztít, de ugyanakkor lehet valami olyasmi is, ami elpusztít, vagy káoszt okoz, ugye, mint az özönvíz, vagy a Vörös-tenger vize szintén. Az utolsó pedig a hely, ami egy ember felemelt kézzel, a mem egyébként jobb oldalt felül van, a második felülről, a hely pedig
bal oldalt majdnem középen van, csak fölött egy kicsit. Ez ugye egy felemelt kézzel egy ember, aki, ami általában kinyilatkoztatásként értelmezhető, de csodálatot, ámulatot jelent, vagy lélegzetet sóhajt. Csak mindenki megpróbálhatja, aki szeretné, aki szeretné, és ha gondoljátok, akkor nyugodtan mindenki a saját kis megfejtését beírhatja, ha vállalkozik erre. De ha nem, nem probléma. Megpróbálom hozzáadni azt, amit én gondolok, és aztán mindenki eldönti, hogy mi az a verzió, amivel ő megindul. Megmutatom még egyszer a négy karaktert bal felül. Het, Kaf, Mem és a Hé. És itt a táblázat. Úgyhogy nézzük akkor. Szóval a bölcsességről van szó, és ki fog ez derülni egyébként a későbbiekben, hogy ez egyfajta gyakorlatias bölcsesség, úgyhogy mint alkalmazni azt, amit az ember tud vagy megért Jahuától. Nem az a bölcsesség, amire mi gondolunk, hogy valaki a nagy szakállal ül egy helybe, az gondolkozik véget nem érő módon. Sokkal inkább egyfajta gyakorlatba átültetett bölcsesség. Ez egyértelműen ki is fog derülni. Szóval a bölcsesség az az, ami elválaszt, vagy elkülönít, ugyanakkor megszelidít, vagy pedig ural, megtisztít, egyfajta kinyilatkoztatás. Szóval a bölcsesség az a kinyilatkoztatás, ami elválaszt, ami megszelidíti az embert, és ami megtisztítja az embert. Nyilván ez a kinyilatkoztatás az atyától kell, hogy érkezzen, de meg fogjuk látni azt, hogy hogyan viselkednek azok az emberek, akikben benne van ez a Ruach, ugye maga a lélek, amiről itt beszél, amikor azt mondja, hogy a bölcsesség lelke az ugye a Ruach és a Chokma. Szóval a bölcsességnek van egy Ruachja, vagy egy lelke, vagy egy szelleme, inkább úgy mondanám, ami azt közvetíti az embernek. Ez egy jó ötlet esetleg, hogyha valaki imádkozik és kérni akar az atyától, akkor lehet, hogy a bölcsesség lelke, vagy a chokmá, ruach, az megkapja az ember. Úgyhogy azt mondja, hogy és szólj minden bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsesség, vagy chokmá lelkével, vagy ruachjával, hogy csinálják meg Áron ruháit az ő felszentelésére, hogy papom legyen. Azt mondja, hogy bölcsek, akikben a bölcsesség lelke benne van, és aztán arról beszél, hogy a ruhákat ők meg tudják csinálni. Ezért mondtam azt, hogy a bölcsesség nem feltétlenül azt jelenti, amire mi gondolunk, mikor bölcsességről van szó, a görög bölcsesség forma, amit ugye, mint Szofia, persze úgy fordítják, de nem olyan értelemben használja, itt ez ki fog derülni a későbbiekben, a bölcsességet. A bölcsesség sokkal inkább egy gyakorlatiasabb megjelenése. Természetesen ennél nyilván árnyaltabb, de ez ki fog derülni hamarosan. A következő, szóval ez az első megjelenése a hokmának. Még azt elfelejtettem, de nézzük meg, ha már itt vagyunk, azt, hogy honnan ered a szó. Ugye a maga bölcsesség, chokmá, az egy nőnemű főnév, valami oknál fogva. Hakam, ahonnan ered. A szó erede az hakam, és ez het, illetve kaf, és egy mem, a hé nélkül, ugye a kinyilatkoztatás nélkül. Ugye ez az a kerítés, ami megszelidíti és megtisztítja az embert. Annyit tesz, hogy bölcsnek lenni, bölcsé válni, bölcsen cselekedni.
Úgyhogy nem elegendő az, hogy az ember tud dolgokat, vagy tisztában van dolgokkal, és megvan az információja. Cselekszi is azt. Mint általában egyébként a héber kifejezések, úgy, mint szeretet, vagy engedelmesség, vagy bölcsesség, értelem, ezek mind olyan kifejezések, amelyek a gyakorlatban kell, hogy megvalósuljanak. Nincs is értelme szerintem másként gondolkodni, mint így. A bölcsesség az nem egy filozófiai értelemben vett bölcsesség itt az írásokban, hanem sokkal inkább az, aki cselekszi azt, amit tud. Ezért mondja azt, hogy bölcsen cseleked. Bölcsét tenni, bölcsességre tanítani valakit. Valaki, aki bölcsét tétetik, ugye ezt láttuk a bölcsesség ruákja által, vagy a ruák kam. Bölcsnek vagy okosnak mutatkozni. Ez ugye hakam. A gesinius igazából nem tesz hozzá semmit ehhez. Megmaradunk ennél a szónál. Ha megnézzük mind a két szótárban, bár itt nem lesz görög verziója, úgyhogy inkább megnézem hát, ha a hakma szerepel a görögben, hogyha itt van a héber görög, és bocsánat, Sofia a kifejezés, amit használ a Brit Hadasa, azaz a megújult szövetség úgy használja, mint Sofia, de van más megjelenési formája is, ugye Zoe, Sonesis, Techne, vagy Phronesis. Talán ezek közül Sofia a legismertebb. Haladjunk tovább. Úgyhogy ez az első előfordulás, innen lehet a legtöbbet megtudni a bölcsességről, és szerintem érdekes az, hogy mennyire más formában jelenik meg, mint ahhoz mi hozzá vagyunk szokva. Olyan értelemben, hogy pont a ruhakészítés az, ami kapcsán megjelenik. Ugye Ercsi bevállalta, ő azt hitt, hogy a bölcsesség elkülönítés cselekszi a szót, amely a kinyilatkoztatás. Szuper! Azért mondom, ahány ember annyiféle verziója ugyanannak a néhány karakternek, bizonyos árnyalatokkal, szerintem sokat lehet tanulni abból, ahogyan mások csinálnak dolgokat. Az mindenképpen hasznos, ha arra figyel az ember. Megnézzük ebben a fejezetben, illetve ebben a könyvben, sem ott, második Mózesben még szó van ezekről az emberekről, akik a ruhát készítik, és most már, ha már itt tartunk, nézzük meg, mert ez a következő előfordulása a Hokmának, három fejezettel később azt mondja, hogy betöltöttem őt Elohimnek lelkével, Bezalelről beszél, és azt mondja, hogy betöltöttem őt Elohimnek lelkével. Bölcsességgel, hakma, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. Megint csak az kerül elő, hogy a bölcsesség, értelem és tudomány szükséges mindenféle tevékenységhez, vagy mesterséghez. Ez az, amiről beszél. Nem akarok most belemenni abba, hogy esetleg értelem mi, de a bölcsesség az itt is hakma, az értelem az tabunná, megértés vagy felfogás, és a tudomány pedig dáát. Ez az a tudomány, ami ugye a jó, a rossz és a tudásának a fája. Bár lehet, hogy ez jádá, de most nem akarok már visszamenni oda. De ez dáát, tudomány, és ezt pedig látjuk azt, hogy ismert tudás, megismerés, vagy kézügyesség, készség, erkölcsi értelemben értelem, felfogás, belátás, vagy bölcsesség. Ezúttal a bölcsességgel foglalkozunk, meg fogjuk nézni egyébként a következő alkalommal a tabunát, az értelmet, és azután pedig a dátot, meg a jedát, szóval ezeken végig fogunk menni szépen lassan. Ezeket adta minden mesterséghez, miért? Azért, hogy tudjon kigondolni mindent,
amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, úgyhogy ehhez szüksége volt, ehhez a bölcsességhez, és foglaló köveket metszeni, fát faragni, mindenféle munkákat végezni. És ímé a Holiábot is, Akiszamáknak fiát, a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked megparancsoltam. Úgyhogy ez a hokmá szükséges volt ahhoz, hogy el tudják készíteni ezeket a dolgokat. Tehát szükséges volt hokmá ahhoz, hogy gyakorlati dolgokat végre tudjon hajtani. A gyülekezet sátorát, a bizonyság ládáját, fölébe való fedelet, a sátornak minden edényét, asztalt, stb. Ezeket a dolgokat, amiket itt felsorol, egészen a füstölő szerig mindent úgy kell csinálni, ahogyan ő mondta, és ehhez szükséges volt ez a bölcsesség vagy hakmá. Nem azt mondom, hogy a bölcsesség, amiről itt beszél, ez az, hogy az ember utána jól tud faragni. Én pusztán csak azt akarom bemutatni, hogy itt jelenik meg ezekben az esetekben, és ebből meg tudjuk érteni, hogy mi is az, amire ő. A következő az egy érdekes hely, ez pedig, és szerintem ez is sokat elárul magáról a szóról, hogy bölcsesség. Ez még mindig sem ott, második Mózes 35-ös fejezet lesz ez, és azon belül is a 25-ös vers, ahol ez elkezdődik. Arról ír, hogy az asszonyok pedig, akik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt. Nézzük meg, hogy mi az, amiben itt mesterkednek. Itt a szent hajlékra adakoznak, összeszedték a különböző alapanyagokat mindenféle dolgokhoz, mert ugye el kell készíteni a sátrat, a ruhákat, a sátron belül különböző dolgokat, a függönyöket, ehhez szükséges volt. Ugye nyersanyag, többek között kecskeszőr, ugye itt látjuk a hatos versben, kosbőr, borzbőr, és a többi, és a többi. Arról ezeket gyűjtik össze folyamatosan az emberektől, minden ember, kinek amilyen van, hozott kék, bíborpiros, karmazsin színű, kecskeszőr, fonalat, festett kosbőr, borzbőr, stb. A 25-ös versben azt mondja, hogy az asszonyok közül pedig mind, akik ahhoz értettek, ez a kifejezés, hogy értettek, ez nem más, mint hakam. Ugye az a szó, amiből mi kapjuk a hokma kifejezést, mint bölcsesség. Így folytatja, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt, amit fontak, kék, piros és karmazsin színű, stb. Az, hogy ők értettek ehhez, ez egy egyértelműen gyakorlati készség volt, hogy ezeket a dolgokat ők össze tudták hozni. Úgyhogy ez volt hakam, az, hogy értettek ehhez. A következőben azonban, a 26-os versben úgy folytatja, hogy azok az asszonyok pedig, akik ahhoz értettek, fonának kecskeszőt, ugye, akik a karmazsinhoz, meg a ezekhez az anyagokhoz értettek, azok azt csinálták, úgy, mint hakam, aki pedig ehhez értett, azok az pedig a kecskeszőrrel foglalkozott. Ez a szó, hogy ahhoz értettek, ez pedig hakmá. Úgy, mint bölcsesség, vagy értelem, vagy szakértelem, ügyesség, találékonyság, vagy jártasság. Maga a kifejezés. És a 31-es vers, de nézzük meg a 30-astól, és mondta Mosé a Jesel fiainak. Íme Jahua név szerint hívta el Besalelt, akiről már olvastunk, a Húr fiának, Urinak fiát, a Jahúda vagy Júda nemzetségéből, és betöltötte őt Elohim lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománya minden mesterségben, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni. Köveket metszeni, fát faragni, minden mesterséges munkát végezni. Azontúl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb, az Akiszamák fia,
A Dán nemzetségébe. Betöltötte őket a bölcsességnek lelkével, ez ugye, ha már ismét, bölcsesség, hogy tudjanak mindenféle faragó, kötő, hímző munkát készíteni, kék-piros, karmazsin színű lemfonából, takács munkát, akik készítenek ilyenféle munkát, és ki gondolnak mesterműveket. Úgyhogy nem csak úgy megcsinálják, hanem ki is gondolják. Szóval megtervezik gyakorlatilag az egészet. Ehhez ezért mondta azt, hogy betöltötte a bölcsességnek, az értelemnek és a mindenféle tudománynak a lelkével. 35 pedig betöltötte őket a bölcsesség lelkével, ugye ez a ruák hakma, hogy tudjanak mindenféle faragó, kötő, hímző munkát készíteni, stb. Ugye erről már volt szó. És a Léel és Aholiab, és mindazok a bölcs, hakam, férfiak, kiknek Jahu a bölcsességet, hakma, és értelmet adott, ez ugye ez a tabuna kifejezés, hogy meg tudják csinálni a kodes, a szolgálatához való minden eszközöket csinálják meg egészen úgy, amint Jahu a parancsolta. Ezért adta a bölcsességet nekik, hogy ezeket meg tudják csinálni. Úgyhogy ez a bölcsesség, ez egyelőre úgy jelenik meg, mint szakértelem, ügyesség, jártasság vagy találékonyság. Ez mind bölcsesség. Lehet, hogy annyit még hozzátennék, hogy az fontos megérteni, hogy ezek szerint ők másként vélekedtek a bölcsességről, mint mi. Mondjuk ez nyilvánvaló. Úgy értem, hogy képzeljük el azt, hogy egy szituációban, mint ez is itt. Szóval, ha ő azt mondja, hogy betöltötte őket a bölcsesség lelkével, ő itt azt mondja, hogy ugye ruáhak má, vagy valami ilyesmi, azok az emberek, akikhez beszél, nem arra gondoltak, hogy a bölcsesség lelkébe betöltötte őket. Ő nekik ez úgy jött át, mint hakmá. Mindaz a jelentés, ami nekünk itt ez a felsorolt hat dolog, nekik ez csak így egyszerűen megvolt. Nyilván mindenki tudja, hogy beszél a saját anyanyelvét, szóval nem kell ezt elmagyarázni senkinek, de mégis szerintem fontos, hogy megértsük, hogy ők nem úgy gondoltak erre, mint bölcsesség, oké, persze, de közben szakértelem, ügyesség, jártasság vagy találékonyság. Nekik egyszerűen csak ezt jelentette ez a szó. Ez attól, hogy nekünk itt hat dolog van leírva, még egy szó volt, amikor ők ezt kimondták. Én inkább azt akarom most ezzel kifejezni, hogy lehet, hogy érdemes úgy gondolkodni, hogy megpróbálni megtalálni az ember fejében azt, amit ez a hat szó kifejez, hiszen ők ezt így használták. Mint mikor azt mondjuk, hogy ügyes vagy. Lehet, hogy valaki kifújta az orrát, mikor 3 éves, vagy valaki mondjuk átugrott 2 métert magasugrásba, ez is ügyes, az is ügyes. Átmegy a nyelvvizsgán, az is ügyes. Az ügyesnek van egy rakás jelentése, ugyanúgy, mint ahogy ennek a szónak, hogy má. Szóval én ezt akartam kihozni belőle, hogy lehet, hogy érdemesebb megpróbálni megérteni azt az összképet, amit kifejeznek ők ezzel a szóval, hogy má, mint úgy gondolkozni, hogy ez ügyesség, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Most látjuk, hogy ez volt a gyakorlati oldala annak, hogy hakmá. És a következő pedig 5 Mózes 4-6, de szerintem azt már lehet, hogy meg is néztük. Ja, még nem. Oké. Még jó, hogy erről volt szó korábban pont, úgyhogy ez nagyszerű. Itt van egyébként az, amiről beszéltünk, a semmit se tegyetek az igéhez, melyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Ez az ige, amiről beszél, ez ugye de bár. Szóval semmit ne vegyetek el, megtarthassátok Jahúnak parancsolatait, micvá, és amelyeket én szavá parancsolok nektek. Akit érdekel, esetleg megjegyezheti magának, ez ugye Debarim 5 Mózes 4.2.
De ugyanez szerepel Jelenések könyve 22-es fejezetben szintén, bár ott szerintem, amiről ő ír, az kifejezetten arra a könyvre vonatkozik, Jelenések könyvére vagy Higalúra vonatkozik, hogy ne tegyetek hozzá, mert ott ugye a proféciáról beszél, de általánosságában véve nyugodtan alkalmazhatjuk az egész könyvre nyilván, hiszen itt is itt van. A lényeg azonban az a bölcsességgel kapcsolatban, ami itt következik 5-6-ban. Azt mondja, hogy lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre. Ugye a tanítás szó az lamád, és végzésekre. A rendelés az hok, a végzés pedig mispát. Amint megparancsolta szavá, nekem Jahua, az én Elohimem, vagy hatalmasságom, hogy azok szerint cselekedjetek, amelyre bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek azokat. Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt. Megtartsátok azt, Samár, úgy mint a Samá, Hald, Jesál, Samá, megtartsátok, és megcselekedjétek, azaz tanuljátok meg, úgy éljetek, és ez meglátszik majd abban, ahogyan az ember cselekszik, ahogy megnyi. Ugyanúgy, ahogy most is kellene ezt nekünk csinálni, ahogyan próbáljuk mi ezt csinálni, és a világ nem hajlandó ezt megérteni. Ugyanez az, amiről beszél itt. Úgyhogy az, hogyha az ember megtartja, és úgy is cselekszik, az szerint az lesz majd az a hakmá, illetve az az értelem, vagy biná, amit meg fogunk vizsgálni majd később, ami a népeknek megmutatja, hogy ez egy másik fajta életmód, hogy ez egy másfajta ember, aki így él. Ahhoz azonban így kell cselekednie, nem csak az, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat, hanem ugyanúgy szeress Jahuát, a hatalmasságodat, és az szintén cselekedeteket von magával, vagy maga után. Úgyhogy az ő parancsolatai, vagy az ő szava az, ami a mi bölcsességünk. Ez kétséget kizáróan így van, hiszen ha megnézzük az előző verset, akkor látjuk, hogy elmondja, hogy erre tanította, erre tanít minket, lamád. Egyébként a lamád szó az lamed, mem és dalet. A lamád magában azt jelenti, hogy pásztorba, de egyébként tanítót vagy tanítást jelent, a dalet pedig az ajtót jelenti, a mem pedig a tisztulás vagy a káosz, úgyhogy ez az a tanítás vagy tanító, aki a káoszt vagy a káoszból kivezető ajtót megmutatja akkor, ha így akarjuk értelmezni. De mondom, bármiféle más módon lehet, aki ahogy akarja, de így is lehet. Hogyha kívülről megyünk befelé, a két külső, aztán a belső, akkor így. De lehet, hogy a tanító, aki a tisztasághoz vezető ajtót megmutatja. Kinek melyik szimpatikusabb, mindegy. Lássad, ugye ez Mosé beszél. És ő mondja azt, hogy lássátok, hogy tanítottalak titeket. Ő az, aki elhozta, ugye, ahova szavát lehozta, a sínai hegyről megtanította az embereket. Miket? A rendeléseket. Ez a hok, vagy ami döntés, amit elrendeltek, amit előírtak, ami kötelező jellegű számukra. Ez az rendelés. Előírt feladat, vagy munka, vagy tevékenység, vagy szolgálat. Kijelölt ételadag. Ez lehet az, amiket fizikálisan meg kellett nekik csinálni. Ezért mondja az feladat, munka, tevékenység, szolgálat, de egyébként törvény, szabály, rendelet, előírás, ez mind-mind hak. És egy kijelölt határ vagy határvonal szintén. Ezek rendeletek, amiket az embernek meg kell csinálnia fizikálisan. A következő az a végzés, amire megtanított. Ugye ez a mispát, ez számtalanszor előfordult már, ez ítélet vagy ítéletétel, ítélethozatal. Ez amikor döntést kell szintén hozni az embernek abban, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Ítélet, ilyen értelemben szerepel a mispát. Ugye ezeket megparancsolta neki Jahua, ez a megparancsolni, ez szavá, amiből a ugye a mispát
pát az egyik, a másik pedig a mi cvá szó származik. Szóval ezeket megparancsolta a mi cvá, bocsánat, nekem Jahua, az én hatalmaságom, hogy azok szerint cselekedjetek a földön, amelyre bementek. Ezek a rendelések, ezek a végzések, amiket megparancsolt neki, ezt kell megtartaniuk és megcselekedni. Ez nem más, mint a Tora. A Tora foglalja össze ezeket a tanításokat. Ezért az egy útmutatás, azért az egy magatartás forma, egy viselkedés forma. Azért, mert ez a bölcsesség, ez az a hakmá és a biná, az értelem a többi népek előtt. Mert majd ők hallják ezeket a rendeléseket, ez ugye az a hok, amiről szó volt előbb, és ezt mondják majd, hogy bizony bölcs, azaz hakam, amiből a hokmá ered, és értelmes nép ez, ez pedig bin, amiből az értelem, vagy biná, ez a nagy nemzet. Hiszen melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő hatalmaság, vagy Elohime, mint Jahua, a mi Elohimunk, mi hatalmaság, valahányszor hozzá kiáltunk. És melyik nagy nemzet az, melynek olyan rendelései hok, és igazságos végzései mespát volnának, mint ez az egész törvény, Tora, melyet én ma adok elétek. A Tora maga a bölcsesség. Annak a megcselekedése a bölcsesség. Így most már láthatja mindenki azt, hogy miért jelenti a bölcsesség azt, hogy értelem, vagy bölcsesség, vagy pedig szakértelem, ügyesség, jártasság, vagy találékonyság. Egyrészt egyfajta tudás, másrészt annak a gyakorlatban megjelenése. Ez mind, amit mi úgy fordítunk magunknak most, hogy bölcsesség. A következő, ez a vers, bocsánat, de nézzük meg 7-től. Szóval Mózes vagy Mosé pedig 120 esztendős volt, mikor meghalt. Nem homályosodott meg vala az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje. Sirták és rá fiai Mosét a Moab mezőségén 30 napig. Eltelének Mózes siratásának, gyászolásának napjai. Jahusa vagy Józsué, a Nun fia pedig beteljesedett a bölcsességnek lelkével. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy ez a bölcsességnek lelke, ez folyamatosan vándorolt, és benne volt, és jelen volt az emberekben. Sőt, azt is látjuk, hogy Elohim betöltötte őket a saját lelkével, és adott nekik bölcsességet, értelmet és tudományt. Ez az a ruák, ami Elohimtől jön. Mindjárt meg fogjuk nézni később egyébként, hogy mi is ez a bölcsesség, ugye Misli példabeszélek 8-as fejezet részletesen ír róla többek közt azt. Azért, mert Mosé tette vala rá az ő kezeit, és hallgatának rá és rá a fia, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala Jahua Mosénak. A cselekedének, illetve ugye a parancsolta, ez előjön folyamatosan, hiszen ez az, amit akart, ez lesz a bölcsesség. De amit itt meg akartam mutatni, az az, hogy a bölcsesség, ez a ruák, ami a hokma, ez vándorol Mózes, Józsué és különböző emberekben ez megjelenik. Azok, akiknek erre szüksége van. Meggondolom, akik kérik manapság. Ezért figyelmeztet arra a brit házasá, hogy ha imádkozunk, akkor különböző dolgokat kérjünk, amikre szükségünk van, és a bölcsesség az egyik ezek közül. Amire mindenkinek óriási szüksége van. A következő az pedig Malakim Aleph, vagyis első királyok 3-as fejezet, és ez mindenképp, ha bölcsességről van szó, akkor Salamon nem lehet kihagyni, és talán ez a legnagyszerűbb példája annak, hogy mi is a bölcsesség. Ez ugye Malakim Aleph 3-as fejezet 5-ös vers. Megjelenik Gibeonban Jahua Salomónak, vagy Salomonnak azon az éjjelen. Álmában. És mondta Elohim, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Ugye ez a lehetőség, amikor bármit kérhet Salomó vagy Salamon. És ő így szól.
Te, a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal, vagy Dáviddal, nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen járt előtted hűen. Ez a hű azt jelenti, hogy hűséges volt, ugye, ahhoz, amit megparancsolt Jehova. Igazan, igazán, és hozzád egyenes szívvel is megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint e mai napon megtetszik. Ahogyan ez van, ugye ma, hogy ő a király Salomo. És most, ó, Jahua, Elohim, tetetted a te szolgárat királya, Dávid vagy Dávid, az én atyám helyett, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Azaz fiatal még, és ő nem tud semmit igazából magától. Nézzük, hogy mi az, amit akar. És a te szolgád a te néped között van, amelyet te választottál, ugyan maga Jesá, nagy nép ez, mely meg nem számláltathatik, és meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Mondd azért Elohim neki, mivel hogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélettételre, íme a te beszéded szerint cselekszem, íme adok neked bölcs és értelmes szívet, úgy, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint. Ez Salamon kívánsága. Természetesen megadott neki minden mást, amit nem kért. Azonban elsősorban ő a bölcsességet szerette volna valahogy megkaparintani. Ugye ez egyértelmű. Amit mutatni akartam, az ez. Van egy másik erről egy beszámoló, ugyanerről a dologról, az pedig ugye második krónika, vagy Debri Hayamim Bet, első fejezet, de először nézzük meg ezt. Amikor azt mondja, hogy értelmes szívet, hogy jó és a gonosz között tudjon választani, ez az értelmes, ez Shema. Ugyanaz a Shema, Shema, szóra-szóra ugyanaz, amikor azt mondja, hogy halld, Izrael, vagy Jesrael, ez a halld szó, Shema, ugyanaz a szó, amiről beszél Salamon, hogy adj a szolgádnak értelmes szívet. Ugye a szív az léb, az értelmes pedig Shema. Azért mondja azt, hogy értelmes, hogyha megnézzük, hogy mit jelent a Shema, és erről már volt szó korábban, de nézzük meg még egyszer. Annyit tesz, mint hallgat, vagy hall, vagy érdeklődve figyel valakit, vagy engedelmeskedik valakinek. Azért mondja, hogy értelmes, mert azt is jelenti, hogy ért, értelmez, vagy megért valamit. Hogy van füle a hallásra. Hallani képes, és megérteni képes. Az, amit az emberek ma csinálnak, annak semmi köze nincs ehhez a fajta értelemhez. Úgy értem, általánosságában véve a világban az emberek, ahogyan élnek, de akár a keresztények. Ők ugye sajnálatos módon nem is hallják már, hiszen az íráson igazából nincs szó. Semmiképpen sem értik, legalábbis a többség. Aki érti, az nem csak hogy meghallja, hanem ő érdeklődve figyeli, és aztán engedelmeskedik, értelmezi, és érti ezt az egészet. Ezért mondja, hogy egy ilyen szívet szeretne magának Salomo, vagy Salamon. Azért, mert akinek ilyen szíve van, az meg tudja ítélni a népet, és választani tud a jó és a gonosz között. Az a szó, hogy választást tud tenni, az pedig bin, amiből meg fogjuk látni majd, amiből az értelem szó származik, úgy mint biná. Aki választást
tenni a jó és a gonosz között az az, aki értelmes, aki hallgat, aki megérti, aki engedelmeskedik. Mit, nézzük, mit felel neki Jahua. Mivel, hogy azt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem gazdagságot, sem nem kérted az ellenséged lelkét, hanem mit kértél? Bölcsességet kértél, az ítélet tételre. Ez a bölcsesség, amit itt használ, ez bín. Ugyanaz a szó, ami az előbb azt jelentette, hogy választást tud tenni a jó és a gonosz között. Az ítélet tételre. Az ítélet tétel pedig Shamá. Hallgat, érdeklődve figyel, engedelmeskedik, megérti, kihallgat. Ugyanaz, amit akkor használ, amikor azt mondja, hogy Shamá, Yisrael, halld, Izrael. Remélem, hogy értető, természetesen eddig még nem volt hakmá, viszont meg fogjuk látni, hogy a másik beszámolóban viszont benne lesz. De egyébként itt is itt van, mégpedig a következő sorban, ímé a te beszédet szerint cselekszem veled. Ímé adok neked egy bölcs, hakam. Hakam, amiből ugye hakma egy hely hozzáadásával létrejön a szó. Ímé adok neked egy bölcs és értelmes szívet. Mind a kettő. Bölcs és értelmes. Bín az értelmes. Úgy, hogy hozzád hasonló nem voltál előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Remélem, hogy világos az, ami ebből összejött, de nézzük meg akkor a másik beszámolót. Ugyanerről ez ugye Divri Hayemim Bet, másik krónika, első fejezet. Azon éjszaka megjelenik Elohim Salomonnak, vagy Salomonnak, és mondta neki, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Ugyanez a helyzet játszódik itt le, ami az előbb, ez természetesen ugyanannak a beszámolója. Így szól Jahua, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Salomó válaszolt, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal, és ő helyette engemet királlyá tettél. Most, ó Jahua Elohim, legyen állandó a te beszéded az én atyámnak, Dáviddnak, mert te választottál engem királlyá e nép felett, mely oly sok, mint a földnek para. Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt. Ez a bölcsesség azonban már hakma. A tudomány pedig mada. Ugye ez egy új szó, legalábbis amivel eddig még nem találkoztunk. A lényeg, az érdekessége az, hogy az előbb ugye másik szót használt, mert azt mondta, hogy biná, de ezúttal a bölcsességet úgy használja, mint hakmá, hogy a te néped előtt mind ki és bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? Így szól Jahua. Mint hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset, tisztességet, avagy a gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet, hakmá, és tudományt, mará, hogy kormányozhassd az én népemet, mely felett királlyá tettelek téged. Még annyit csak hozzátennék, hogy a kormányozhassd az sapát, amiből a mispát szó, mint ítélet, ugye az előbb végzés volt, de az a szó ered mispát, kormányozni a népet, az ugye itt. Amit ebből leszűrhetünk, az az,
Egyrészt ugye világos az, hogy első királyok és krónikák ugye különböző korszakokban kellett, hogy íródjanak, ugyanarról az eseményről számolnak be, de más-más korszakban íródtak. Úgyhogy amíg itt a bölcsességre hakmát használ, addig ha visszamegyünk első királyokhoz, akkor látjuk, hogy ugyanott pedig a bín vagy bínát használja. Úgyhogy én azt gondolom ebből, hogy valamilyen formában ezeket úgy használták, hogy nagyon is hasonló volt a kettőnek a jelentése. Ezért van az, hogy egyszer ezt használja, egyszer pedig azt. Egyébként a bín, vagy ugye majd megnézzük a bínát, ez érzékel, felfog, vagy megért, tud, figyel, vagy odafigyel, megfigyel, belát, megért, ért, felfog, megértése vezet, tanít, elmagyaráz, kifejt. Ez mind-mind ez a szó bén. És Elohim adott bölcsességet, Hakmá. Salomónak, vagy Salamonnak. És igen nagy értelmet, Tabuná, mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. Salomon megkapta azt a bölcsességet, amit kért, és ez a bölcsesség nem más, mint Hakmá. Bölcsesség, értelem, szakértelem, ügyesség, jártasság vagy találékonyság. 30-as vers. Úgy, hogy Salomó vagy Salamon bölcsessége, Hakma, nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége. Ez szintén Hakma. Újra. És az utolsó is az. Úgyhogy eléggé kihangsúlyozta azt, hogy milyen bölcs volt Salomó, hogy mit is jelentett az, amit eddig átnéztünk, az úgy nyilvánult meg. Már csak maga az, ahogyan ő viszonyult a bölcsességhez, és amit kívánt, hogy Jahova megadta azt, amit ő akar. Az Ezrahita Etánnál is, és ugye felsorol egy csomó embert, és híre, neve vala minden nemzetségek között körös körül. Szerze 3000 példabeszédet, és az ő énekeinek száma 1005 volt. Ugye felmerülhet a kérdés bennünk, hogy akkor hol vannak ezek a példabeszédek, ha 3000 példabeszédet szerzett, és nekünk van 31. Ő énekeinek száma pedig 1005, nekünk pedig van egy Salamon énekek éneke. 34-es vers, jönnek vala minden népek közül, hogy hallgassák Salomó bölcsességét, Hakmá, és a földnek minden királyító, akik hallották vala az ő bölcsességét, szintén Hakmá. Elég bölcsé vált Salomó ezáltal. De láthattuk azt, hogy a bölcsesség megnyilvánult úgy, mint egy gyakorlati tudás, ugyanakkor úgy is, ahogyan itt most Salomó esetében, hogy az emberek jöttek hallgatni, hogy ő mennyire bölcs volt. Az pedig, hogy egy pillanat csak. De mondom, a végül is mindenki eldönti magának, mint mindig, hogy mi az, amit ő gondol erről az egészről. Ezek alapján, meg hát persze számos más alapján. Egyébként maga a szó, ha má itt látható, 141-szer szerepel, illetve 141 sor van, ahol szerepel
a hakma, annál többször szerepel maga a szó, ennyi sor van. Ez maga a héber kifejezés, hakma, úgy nem a magyar bölcsesség, az ugye felhozna több különböző jelentésű szót. Tehát, abban az időben jött a királyhoz két parázna asszony. Ezt valószínűleg mindenki ismeri, ezt a történetet, és megáll előtte. Ugye az egyiknek volt egy gyereke, a másiknak nincs, és akkor a születés után elvette az egyik a másik gyerekét, és nem nagyon tudták most eldönteni, hogy kié a gyerek. Illetve hát ők tudták, hogy kié, de ugye ezen meg kellett valahogy egyezniük. Röviden ez a történet. Az egyiknek meghalt a fia, ugye, és ennek az asszonynak az éjszaka meghalt a fia, mert ráfeküdt. Elvette az én fiamat mellőlem, mert ugye ő aludt, és utána kicserélte a meghalt fiúra. Ugye ezt mondja végül is mind a kettő szó szerint. A király pedig ezt mondja. Akkor mondta a király. Ez azt mondja, ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Amaz meg ezt mondja, semmiképpen nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, az én fiam az, aki él. Ugye, mégis ugyanazt mondja mind a kettő, úgyhogy el kell Salamonnak döntenie, hogy melyik az, ami ebből igaz. És így szól a király. Hozzatok nekem egy kardot. És mikor odahozzák a kardot a király elé, mondta a király, vágjátok két részre az elevenyt gyereket, és adjátok az egyik részt az egyiknek, a másikat a másiknak. És így igazságosan elosztja. Ekkor mondta az asszony, aki vala az élő gyermek a királynak, mert megindult a szíve a gyermek. Kérlek, uram, adjátok neki az élő gyermeket, és ne öljétek meg őt. A másik pedig azt mondja, se enyém, se tiéd ne legyen, vágjátok ketté. Akkor felel a király és mondta, adjátok Amannak élő gyermeket, és meg ne öljétek azt, mert ő az anyja. És mikor hallotta egész Izrael az ítéletet, melyet tett vala a király, félék a királynak arcát, mert látták, hogy Elohim bölcsessége van az ő szívében ítélettételre. Ez a bölcsesség, amiről itt beszél, ez pedig nem más, mint hakma. Tehát az ítélettételhez szüksége volt erre a bölcsességre. Ami azt jelenti, hogy láthattuk, hogy egészen a kecskeszőr összevarrásától az arany, az ezüst, a különböző kövek megmunkálásához és annak a kitalálásához, a megtervezéséhez is szükség volt erre egészen odáig, hogy el tudja dönteni, hogy a két nő közül melyiké volt ez a gyermek. Egy ilyen egyszerű módszerrel végül is nem tudom, hogy kinek jutott volna ez eszébe, már így utólag nyilván egyszerű okosnak lenni, de úgy ott akkor előállni ezzel az eléggé leleményes, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ezt mind-mind hakmá, a bölcsesség, ezek a dolgok, ezeket mindet a bölcsesség magába foglalja. De haladjunk szépen tovább. A következő az első királyok, 10-es fejezet, 1-es. Ez ugye Séba, királyné asszonya pedig halván Salómónak hírét és Jahuának nevét, eljöve, hogy megkísértgesse őt nehéz kérdésekkel. És bejöve Jerusalemba, vagy Jeruzsálembe, igen nagy sereggel, tevékkel hoznak vala fűszerszámokat, aranyat, drágakövet, Salomóhoz ment, és szóla vele mindenekről, amelyek a szívén voltak. Salomon megfelelt neki mindenre, semmi nem volt a király előtt elrejtve, amire ne tudott volna neki felelni. Amikor látta Séba királyné asszonya, Salamonnak minden bölcsességét, hokmá,
És a házat, melyet épített vala, ez a ház ugye Jahua háza, hiszen Séba királynője végül is nem csak Salamon miatt jött, hanem azért, mert hallotta Salamonnak hírét és Jahua nevét. A halvány az pedig nem más, mint Shema. Úgyhogy Séba királynője nem csak hallotta Salamonnak hírét és Jahua nevét, hanem ha visszagondolunk arra, hogy mi is volt a Shema jelentése, és hogyan fordult elő, az imént néztük meg, akkor láthatjuk, hogy Séba királynéja annál sokkal tovább ment, mint hogy csak hallotta ezt az egészet. Ő érdeklődve hallgatta, figyelt, engedelmeskedett, értette, értelmezte, megértette. Meghallgatta, törődött vele, engedelmességet tanúsított. Értető? Ők így éltek, ő követte ezt az életet, amit hirdetett Salomó, illetve amit Jahua neve megkövetelt. És az a bölcsesség, az kulcsfontosságú volt ebben az egészben, amit Salomon kért Jahuától, hiszen így volt képes ezt a hatalmas birodalmat felépíteni ezzel a bölcsességgel, hogy képes volt ezeket a döntéseket meghozni, illetve mindazt, amit tanult és tudott, azt a gyakorlatban megvalósítani. Tehát a bölcsességét látta, a házat, amit épített, és az ő asztalának étkeit, szolgáinak lakásait, szolgái udvarlásának módját. Udvarlása szerintem inkább itt nem arra az udvarlása utal, amit mi udvarlásnak gondolunk, hanem sokkal inkább így van. Pozíció, állás, hivatal, munkakör, feladat, szolgált. Ahogyan viselkedtek azok az emberek, ahogyan dolgoztak, vagy a munkájukat végzik, azok öltözeteit, pohárszékeit, az áldozatokat. Amelyen Jahuának házában áldozott, és a lélegzete is elállott. Magyarul rend volt Salamon idejében, legalábbis akkor, amikor ugye ez történt, amikor Séba királynéja megjelent ott Salamonnál. Így szól Séba királynéja. Minden igaz, amit az én földemben hallottam volt a te dolgaid felől és a te bölcsességedről. De én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És ímé nekem a felét sem beszélték el, te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Ez a bölcsesség, ez hokma, amikor azt mondja, hogy hallottam a te dolgaid felől, a te bölcsességedről, hokma, illetve amikor arról beszél, ugye itt, hogy te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, ez szintén ez a bölcsesség hakma. A jóság pedig tob. Így szól, így folytatja. Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, akik udvarolnak neked mindenkor, hogy hallhatják a te bölcsességedet, hakma. Befejezte? Legyen Jahua a te hatalmasságod áldott, aki kedvelt téged, hogy Izrael királyi székébe ültetett, mert szerette Jahua Izraelt mindörökké, és királyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltas. A bölcsességnek, mint minden másnak, ami az atyától jön, ez a lényege. Hogy az embereket elvezesse ő hozzá. Hogy az ő dicsőségét hirdesse mindaz, amit ő ad az embernek. És Salomó ebben az időben pontosan ezt hajtotta végre. Az a bölcsesség, az az értelem, az mind az emberiséget, az akkori emberiséget, az a szakértelem, ügyesség, jártasság, találékonyság vezette az embereket Jahuához. És beteljesült az,
tulajdonképpen amiről beszélt, mikor azt mondta 5 Mózes 4-ben, amit megnéztünk az előbb, mikor azt mondta, hogy mert ez lesz a ti bölcsességetek, és az értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják, bizony bölcs, hakam, és értelmes, bin, nép ez a nagy nemzet. És melyik nagy nemzet az, melynek olyan rendelései, igazságos végzései vannak, mint ez az egész Tora, melyet én mai nap adok elétek. Ez az, amit akart, ez az, ami történt akkor, amikor Séba királynője meglátogatta Salamon. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!